Szeretettel köszöntök mindenkit. Méri Zoltán vagyok, és 31-2-3 éve békési csak. Azt azért bocsátom előre, mert majd 2-3 mondatban érinteni fogom azt a helyzetet, ami gyerekkoromból maradt meg nekem. Nem tudom ugyanis, hogy itt Békés városában azzal kapcsolatosan milyen volt a helyzet, valószínűleg hasonló, de majd mindjárt erre is kitérek. Sokkal rövidebb lesz az én tájékoztatom, vagy mondandóm, mint Vágvölgyi úrnak a igen értékes beszámolója az inspirációról, illetve a Poján gazdaságról, amit mi már néhányan, de talán azért többen is ismerünk már, mert Békés Csabán volt már előadása e tekintetben, és hogyha valaki az internetre is fölmegy, akkor elég részletes tájékoztatót tud kapni. Szeretnék csatlakozni ehhez a beszámolóhoz, illetve előadáshoz, azzal, hogy megpróbáljam bemutatni azt a helyi tőkét, ami itt Békés városában megvan, és amit az én Fixa Ida ámpolgármester úrral már többször beszéltünk erről, jobban lehetne hasznosítani, mint amilyen állapotban ez a tőke ebben a pillanatban van. Arról van szó, hogy Békés városában, a Jégvermi kertben, a Széchenyi kertben, a Nagy kertben, a Csatár kertben, a Sebők kertben, lehet, hogy hagytam is még ki, nem akarom tovább mondani, a Malomasszony kertben összesen több mint 700 hektár zárt kert van. Ez a zárt kert nem egyenlő a szántóval, bár nem mindegyik van bezárva és bekerítve, de azért a város szélén egy olyan kertterület ez, vagy olyan kertterületek ezek, amik kisebb egységekre, helyrajzi szám szerint is kisebb egységekre vannak felosztva. Durván olyan 500-tól 3000 négyzetméteres nagyságú kisebb parcellákra, területekre van ez a 700 hektár felosztva, és ki lehet számolni gyorsan, hogy ez nem egy ezer, hanem több ezer kis parcelláról van itt szó. Ha most valaki végignézi ezeknek a kerteknek az állapotát, akkor arra jön rá, hogy ez a tőke, ami itt megvan Békésen, és viszonylag jó minőségű földek ezek, ahol lehet gazdálkodni, annak a tőkének a minősége bizony meglehetősen alacsonyan van, mert ezeknek körülbelül egyharmad része használatlan ebben a pillanatban, vagy ha nem is teljesen használatlan, nincs teljes egészében kihasználva. Tehát nincs úgy kihasználva, mint ahogyan lehetne kihasználni. Ennek az egyik oka valószínűleg az, hogy a Vágvölgyi úr által is elmondott társadalmi tőke, az nem biztos, hogy csúcson jár ebben a pillanatban, nálunk sem. Tehát nem biztos, hogy minden tulajdonos, akinek rendelkezésére áll egy-egy ilyen kisebb parcella, az megtalálja benne azt a számítást, amiért létrejöttek ezek a parcellák a korábbi időszakban. És most térnék arra rá, hogy én gyerekkoromban mit tapasztaltam. Én Tiszaföldváron születtem, nem van nagyon messzi van az innen, egy 100 kilométerre, és ott is hasonló nagyságrendű, illetve talán még nagyobb is, mert ott szőlők voltak, és körülbelül egy kis magyar hold, 1200 négyszögöl egy magyar hold, szőlőparcellák voltak, és ebből próbáltak megélni az ott lévő, vagy ott élő emberek. Ezek olyan parcellák voltak, ahol ilyen köztes művelésű szőlők voltak ezek, gyümölcsfa is volt, szőlő is volt, és a szőlők között zöldséget is termeltek az emberek. Nyári időszakban, amikor beindult a
gazdálkodás, illetve már a termékek, mondjuk már a zöldhagyma, amikor már kiúszható a földből. Attól az időponttól kezdve délután 2-től 6-ig egy Mezőker nevű vállalatnak az úgynevezett csomagoló részlege kinyitotta a kapuit, és a sok száz gazda behozta a zöldhagymát, a zöldbabot, a szilvát, az almát, a nem tudom, ami azon a napon számára megtermett és leszette, az behozta ebbe a csomagolóba, ott gyorsan osztottak neki annyi ládát, amennyibe belefért ez az áru. A láda az egy ilyen, hát ládagyárba csinálták kis nyárfadeszkákból, vagy lécekből inkább ezeket a ládákat. Ezekre föl kellett ragasztani egy ilyen tapétragasztószerű anyaggal, föl kellett ragasztani egy csíkot, egy papír csíkot, amin a Mezőkernek, a Mezőker vállalatnak valami fajta rekláma is volt, de hát a gyümölcs vagy az, amit éppen hozott a beszállító, az rajta volt ezen a kis címkén. Fölragasztotta a ládába, berakta, rátette egy mérlegre, megmérték, fölírták a neve mellé, hogy 15 kg zöld bab. De ám bejött 150 ember azon a napon, és nem csak 15 kg zöld babot, hanem volt, aki csak 10-et, volt, aki 25-öt, de egy idő után egy csomó zöld bab keletkezett. A falunkban két vasútállomás volt, az egyiken volt egy raktár, ebbe a Mezőker vállalat behordta ezeket a terményeket, és a vasútról, vagyis a vasútállomás mellett fölrakták egy vagonba, és irány Budapest. Másnap reggelre ez Budapesten a Lehel téri piacon árulta a Mezőker vállalat ezeket a termékeket. És ugye itt ez Békésen nagyon piciben megvan, mert azért Rózsika néni, meg Mari néni, ők azért hajnalba fölkelnek és kimennek a békési piacra, a kis 3-4-5 kiló zöldbabjukat kiviszik ugyan a piacra, de egyrészt ugyanakkor visz más is, és nagyon sokat, ezért alacsony lesz az ára. Másrészt nem biztos, hogy pont azt a minőséget keresi a vevő, amit Rózsika néni éppen meg tud csinálni. A Mezőkernél ki tudták válogatni, osztályozni tudták, mert nagyobb volt a mennyiség. Ezt a történetet szerettem volna elmondani ahhoz, hogy nekem fix a ideám az is, hogy Békés városában ezt a rengeteg zárt kertet ki lehetne használni úgy, hogy a Vágvölgyi úr által elmondott közösségi vállalkozásban, ha valaki merne nagyot álmodni, és azt mondaná, hogy igen, egy non-profit jellegű szerveződést meg lehetne csinálni. Ez a non-profit szervezet ez arra szolgálna, hogy az értékesítésben egyrészt piacot kutatna, másrészt az értékesítést szervezné meg, úgy, mint ahogy a Mezőker megszervezte az én gyerekkoromban. Harmadrészt pedig valamilyen fajta szaktanácsadással segítené azokat, akik a saját, most is meglévő tőkéjüket sokkal inkább szeretnék kihasználni, mint ahogy most ki van használva. A Koszec igazgató úrral mi együtt ülünk egy civil szervezetnek a vezetőségében, a Belencéres Néptánc Együttes Támogató Egyesület vezetőségében, és többek között a közösségi vállalkozásról is beszélgetünk, amikor összejövünk valahol, akkor nem csak arról van szó, amit meg munka, meg egyéb, hanem beszélgetés során. És hát ez is szóba került a mi beszélgetésünk kapcsán, és azért is vagyok én most itt, mert megkért, hogy ezt próbáljam elmondani. Hogy miben látnánk ennek a meglévő tőkének a kihasználhatóságát. Hát elsősorban, vagy hát a legkézenfekvő módon a hagyományos zöldség és gyümölcstermesztést lehetne összefogni, akár egy termelési értékesítési szövetkezettel, TÉSZ-szel, vagy egy non-profit KFT-vel, vagy bármivel.
összefogni és hagyományos zöldségeket, gyümölcsöket termelni, termeltetni, megkeresni rá a piacot és elvinni olyan helyre, ahol jó áron el lehet adni. Nyilván itt nem az volna a cél, hogy a szerveződésben dolgozó emberek Mercedes-t meg nem tudom milyen autóval szaladozzanak, hanem az volna a cél, hogy akiknek a termékeit értékesítik, azok találják meg elsősorban benne a számításukat. De a hagyományos zöldség és gyümölcs termesztésen kívül azért el lehet képzelni mást is. Például el lehet képzelni olyat, hogy speciálisan mondjuk fűszer és gyógynövényekre lehetne specializálódni, és nagyobb mennyiségben ezekben a kis parcellákban meg lehetne ezeket termelni. Vagy még nagyobb fokát is el lehet képzelni a specializációnak, mondjuk vetőmagvakat lehetne termelni, és ezeket a vetőmagvakat megfelelő szortírozás és agyusztálás után ezeket piacra lehetne dobni. Az én mondandóm ezzel nagyjából véget is ért azzal, hogy ez nem a szerveződés kezdete még. Tehát én most ezt annak ellenére, hogy egy kicsit szakmámba vág is, azt szokták mondani, hogy aki tud, az teremt, aki nem tud, az tanítja. Tehát én most nem tanítani szeretnék, mert nekem van egy kis, pici kis most induló gazdaságom. Már most egy-két év múlva elérem a nyugdíjkorhatárt, és nem sokára nyugdíjas leszek, bár polgármester úr nem nagyon szeretné még ezt, de valószínűleg előbb-utóbb oda fog kerülni a dolog. Igen, valakinek ezt meg kellett csinálni, amit én itt ötletben elmondok, hogy ott az én kis portámon, vagy az én kis zárt kertemben biodinamikus gazdálkodást próbálok most elindítani, és később mondjuk néhány éven belül talán ellenőrzött módon is biocsirkét szeretnék előállítani. Ehhez is lehet majd később esetleg kapcsolódni, majd lesz erre mód és lehetőség, hogy ennek az eredményeit is el tudjam esetleg később majd mondani. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, ezt szerette volna igazgató úr, hogyha elmondom ezt.